azokra már lehet számítani, vagy olyan, aki önhibáján kívül elvesztette a munkahelyét. A tisztelettel köszöntöm államtitkár úr, hogy Erdő Horvátiba, saját és kollégáim nevébe is, valamint a sajtóképviselőit is, és örülök, hogy ismételten tiszteletét tette nálunk. És remélem, egy olyan dolgot fogunk tudni minden egyes településen mutatni, ami azt mutatja, hogy 2011-es indulás óta elég jelentősen tudtunk fejlődni. Borsodabói Zemplén megyében vagyunk, a zempléni részen három olyan település mutatkozik be közfoglalkoztatás ügyében, akik a korábbi időszakban, a korábbi években nagyon nehezen tudtak munkalehetőséget biztosítani az itt élő emberek számára. Mára ott tartanak, hogy növénytermesztésbe, állattenyésztésbe és sok minden más falusi jellegű munkába nem csak a közfoglalkoztatottak vesznek részt, hanem kedvet kaptak a falubéli azok is, akik korábban esetleg foglalkoztak állattenyésztéssel vagy növénytermesztéssel. Azért jöttünk ide, mert amikor egy zempléni zsáktelepülés arról tud beszámolni, hogy munkaerő hiánnyal küzd, tehát megszűnt a munkanélkülisége, konkrétan Komlóskáról beszélek, akkor oda érdemes odafigyelni. És szeretnénk testközelből bemutatni azok számára, akiknek csak sajtóhíreken keresztül olvasnak a közfoglalkoztatásról, hogy igenis hasznos és nagyon sok értékteremtő munka van emögött, és azok az emberek, akik részt vesznek benne, azok nagyon szeretik ezt csinálni. Nyilvánvalóan a célunk az, hogy a következő években elsősorban a versenyszférán keresztül tudjunk az embereknek munkalehetőséget biztosítani, de ilyen térségekben, ahová évtizedek múlva is teljesen hiába fölöslegesen várnánk ipartelepítést és nagy üzemeket, ott ennek a fajta tevékenységek igenis nagyon nagy haszna van. Úgyhogy gratuláltam a polgármestereknek, és hát azt ígértem, és azt ígértük, hogy a következő években is az ilyen és ehhez hasonló programokat tovább kívánjuk működtetni, sőt az idei esztendőben, ugye novembertől áprilisig a téli hónapokban sem hagyjuk az embereket magukra, részben képzéssel, részben közfoglalkoztatás keretében 200 ezer embernek kívánunk télen is munkalehetőséget biztosítani. Leragad. Hát, mert tényleg jobb a klíma. Ez jobb, meg a másik az, hogyha benne van sokáig a csőbe, akkor így összekeményedik. De amikor folyamatosan nyomja ki, hát akkor töredékében dőljön ki a fűtés, mint a... Igazából a zsineg az. Súlyuk is megvan, a súlyuk hozzá, erő megvan. Igen. És ahogy amikor vágják le, megfogják a